Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök a Híradót látják, Kozó Attila vagyok. Baján tanácskozik a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Döntöttek egy délalföldi tagozat létrehozásáról. Automatizál a nagyvállalat, 280 millió forintos támogatást kapott a Villeroy. Folyamatos segítségnyújtás, akcióban a Kagylóhéj Család és Gyermekjóléti Szolgálat. Négy regionális központot alakít ki a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, ezek egyike a Pécstől Baján és Szegeden át Hódmezővásárhelyig érő déli tagozat. A MÖSZ ma Baján ülésezett. A legnagyobb önkormányzati szövetség kiáll az önkormányzati érdekekért, azért, hogy az a forrás, ami a működésükhöz kell, meglegyen, mondta Baján Gémesi György, a szövetség elnöke, Gödöllő polgármestere. Mi tulajdonképpen 10 millió állampolgár érdekeit képviseljük a településeken keresztül, hiszen ugyanúgy 10 millió ember választotta meg a 3200 magyar polgármestert, mint ahogy a parlamenti képviselőket. Márki-Zay Péter a Megyei Jogú Városok Szövetségének értekezletéről érkezve a MÖSZ bajai sajtótájékoztatójára megfogalmazta a 25 ezernél nagyobb, köztük a megyei jogú, nem fideszes vezetésű városok igényeit a kormánnyal szemben. Mi azt kérjük a kormánytól, hogy ezt a 1,38 milliárd forintos támogatást, amit minden fideszes vezetésű megyei jogú város megkapott, ezt kapja meg minden megyei jogú város, semmilyen más indok nem lehet arra, mint a politika, hogy ezt eddig nem tették meg. Hasonlóképpen normatív szellemben azt kérjük, hogy 100%-ban kompenzálják a késő adóbevételeinket a 25 ezer feletti nem megyei városoknak és a megyei városoknak egyaránt. A bajai polgármester asszony szerint fontos, hogy a települések egymástól szakmai segítséget kapjanak. Úgy érzem, hogy ez egy nagyon nehéz időszak most, amit élünk. Tehát ezekkel az elvonásokkal, ezekkel a kormányzati megszorításokkal a költségvetés veszélybe kerül. És szakmai támogatást kapunk egymástól. Tehát ez a szakmai támogatás, ez akkor tud jól működni, jól élni, ha erősek vagyunk, ha megszervezzük magunkat. A gépjárműadó parkolási díj, az idegenforgalmi adó és egy csomó minden elvonás után még az iparizési adó 50%-át is elvonták, ez rogyantó ütés a településeknek, hogy tudjuk ezt túlélni, hogy tudjuk ezt megmagyarázni az embereknek, hogy miért kell kevesebb, miért lesz kevesebb szolgáltatás a településen, mint korábban, amit megszoktak, mert nem velünk tol ki ezzel a döntéshozó, hanem nyilván az állampolgárokkal. Hódmezővásárhely polgármestere a MÖSZ elnökségi tagjaként is összefoglalta a tiltakozását a városok megkülönböztetése ellen. A politikai befolyásnak az érvényesülését szeretnénk megakadályozni. Nyilván itt óhatatlan, hogy a korábbi kormányok idején is mindig egy kicsit mindenszentnek maga felé hajolt a keze. Most ennek minden korábbinél durvább érvényesülése ellen tiltakozunk. Tehát az, hogy a megyei városok, a 23 megyei város közül a tisztán fideszes vezetési városok mindannyian kaptak egy 1,38 milliárdos szabadon felhasználható összeget, míg az ellenzéki városok közül egyik sem kapta meg ezt az 1,38 milliárdot, ez egy megmagyarázhatatlan. Más szempontból, mint politikai szempontból megmagyarázhatatlan diszkrimináció. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége ülésén elhangzottakra későbbi adásainkban még visszatérünk. 800 millió forint feletti beruházást tervez Hódmezővásárhely egyik legnagyobb munkáltatója, a Villeroy & Boch a 2021-es évben. A projekt keretében két új mázolósorral és egy magas nyomású öntőgéppel fejlesztenék a gyártást. Idén tovább automatizálja a szanitér gyártást a Hódmezővásárhelyen csak nem 800 főt foglalkoztató Villeroy & Boch. A beruházás megvalósításához a cég sikeresen pályázott a Külgazdasági és Külügyminisztérium új koronavírus okozta károk kompenzálására kiírt programjára. Az elnyert támogatás a teljes 810 milliós beruházás 35%-a, csak nem 284 millió forint. A fejlesztésekkel főként a nyersgyártásban dolgozó munkatársak fizikai terhelését szeretné csökkenteni a nagyvállalat. Az automatizáció azonban nem jár munkahelyek megszüntetésével, a cég vállalta, hogy a projekt lezárásáig fenntartja az induláskor meglévő létszámot. A tervezett 2021 végére megvalósuló beruházás keretében két új mázolósorral és egy nagynyomású WC öntőgéppel kívánja növelni versenyképességét a Villeroy & Boch Hódmezővásárhelyi gyára. Röpködhetnek a mínuszok, vagy akár százágra is süthet a nap, a Kagylóhéj Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai egész évben folyamatos kapcsolatban állnak a segítségre szorulókkal. Ellátottjaikat heti rendszerességgel keresik fel, vagy ha szükséges, még többször is.
Ma többek között az egyik belvárosban élő idős asszonyt látogatták meg, aki a személyes törődés mellett élelmiszercsomagnak is örülhetett. Horváth Sándor Jánosné ismerősként fogadja otthonában a Kagylóhéd család és gyermekjóléti szolgálat munkatársait, akik újabb élelmiszercsomaggal érkeztek. Nagyon szépen köszönöm, ez én nekem olyan sokáig elég lesz, hogy nagyon, és zöldségek, mert imádom a zöldségeket, és akkor azok is van, minden van benne, látom minden a világon. Olyan, mint a terülterők is asztalkám. A nehéz helyzetben élő nyugdíjas asszony 44 éve él ebben az önkormányzati lakásban, amelyet jelenleg beteg unokájával és macskájával oszt meg. Kiemelt figyelmet fordítunk idős, beteg ellátottjainkra. Külterületen jelenleg 10-15, az változó, belterületen 12 idős szemét látunk el. Rendszeresen, heti rendszerességgel felkeressük őket. Krízis esetén akár többször is, rendszeresen biztosítunk részükre tartós élelmiszert, Magyar Élelmiszerbank és a Máltai Szeretett Szolgálat jóvoltából. A gondozottak ügyes-bajos dolgaik intézésében is számíthatnak a szolgálat segítségére. Mindenki nagyon emberséges, kifogástalan, segítenek, segítőkészek, úgy a hivatali ügyeimet intézni, minden el van intézve. Volt, hogy nem tudtam elmenni a gyógyszertárba, két kis fiatal kis diáklány jött, mentek azonnal, hozták a gyógyszereimet. A szociális munkások tapasztalata szerint sokszor pár kedves szó is csodákra képes. Az idősek ugye nem találkoznak hétköznapokban nagyon sokszor emberekkel, ezért őnekik az adományon kívül a segítő beszélgetések, ami a lelküket fiatalon tartja és egészségben tartja, ez rendkívül fontos. Ha valaki szeretne segítséget kérni vagy jelezni, hogy más támogatásra szorul, a Kagylóhéd Család és Gyermekjóléti Szolgálat krízisvonalán a 0630 61 62 535-ös telefonszámon a nap 24 órájában még hétvégén is megteheti. Februárban távozik a szegedi szabadtéri játékok vezetése. Kedden felmentését kérte Herceg Tamás igazgató és Harangozó Gyula művészeti igazgató is. Herceg Tamást az utóbbi években az intézményvezetés mellett a művészeti oktatás és a rendezés is foglalkoztatta, így a jövőben alkotóként még visszatér a szabadtérire. Új korszak kezdődik az életemben, és új korszak a szabadtéri játékokéban is, az önkormányzati cégek és intézmények működését érintő strukturális változások miatt. Így indokolta távozását Herceg Tamás, a szabadtéri igazgatója. A Szeged.hu-nak adott interjújában kiemelte hálás a sorsnak az elmúlt 14 évért, melyek a szabadtéri játékokhoz kötik, valamennyi munkatársának köszönettel tartozik az átélt, művészileg fontos pillanatokért. Vezetőként elszakadok a játékoktól, de maradok alkotóként, tette hozzá a február 15-én távozó igazgató, mivel rendezőként és nézőként még visszatér a szabadtérire. Kedden kollégája Harangozó Gyula, művészeti igazgató, szintén távozott pozíciójából. Legbensőbb érzéseit és gondolatait tárja az érdeklődők elé legújabb alkotásain Szabó Klára Petra. A vásárhelyi képzőművész érdemelte ki még 2019-ben az őszi tárlat fődíját, a tornyai plakettet, ezért ha csúszással is, de lehetőséget kapott arra, hogy önálló kiállítást rendezzen a Tornyai János Múzeumban. Az ünnepélyes megnyitóra a Magyar Kultúra napján, azaz pénteken kerül sor, amelyet a jelen helyzetben csak az online térben lehet majd követni. Egyelőre igen. Még az utolsó napokban is bővül Szabó Klára Petra önálló kiállításának anyaga. A vásárhelyi képzőművész 25 nagyobb és több kisebb méretű munkáján keresztül saját életébe ad nagyon őszinte betekintést. A tárlat ugyanis a Szóló címet kapta, amely egyrészt az alkotó karanténban töltött időszakára, másrészt házassága felbomlására is utal egyben. Nyilván egy 20 éves kapcsolat lezárása nem egyszerű, főleg úgy, hogy nem csak a férjemet, hanem a legjobb barátomat és a alkotótársamat is elvesztettem, ami megnehezítette nyilván az elmúlt időszakot, és erre még rájött a karantén is, ami kifejezetten nehézítette ezt az időszakot. Ugyanakkor segített is abba, hogy nyugodtan egyedül átgondoljam, akkor hogyan tovább. Szabó Klára Petra kísérletező alkatnak tartja magát, aki szeret különböző technikákat kipróbálni. Mostanra azonban megtalálta kedvenc anyagát, amellyel most bemutatásra szánt képei nagy része is készült. Leginkább akvarellel szeretek festeni.
ez a médium, ami hozzám a leginkább passzol. Gyors, ki tudom magam fejezni úgy, ahogy szeretném, és úgy érzem az akvarellnek a technikai részét most már annyira elsajátítottam, hogy gyakorlatilag bármit meg tudok valósítani, amit elképzeltem, és ez nagyon jó érzés, ez a fajta magabiztosság, technikai magabiztosság. Szabó Klára Petra gyermekkori álma vált valóra azzal, hogy 2019-ben ővé lett az őszi tárlat fődíja, és ezzel annak a joga is, hogy önálló kiállítást rendezhet a Tornyai János Múzeumban. A tavaly őszi megnyitó helyett a járványhelyzet miatt az idei Magyar Kultúra napján, azaz január 22-én tárulnak majd az alkotások az érdeklődők elé az online térben. Értékünk Csongrád-Csanád megye címmel indított videópályázatot a Csongrád-Csanád megyei önkormányzat. A pályázat célja megismertetni a régió szépségeit a fiatalsággal, és miközben elkészítik a pályamunkájukat, játszva tanulnak a környék történetéről, szokásairól és hagyományairól. A Csongrád-Csanád megyei önkormányzat 2020 közepén nyújtotta be a pályázatát az Agrárminisztérium Hungarikum címen meghirdetett kiírására. Összesen 425 projekt érkezett be, ezek közül 360 jutott támogatáshoz. Így kapott az értékünk Csongrád-Csanád megye című projekt 4 millió forintot. A miénknek az értékünk a Csongrád-Csanád megye volt a projektötlet, ez egy ilyen közel 4 millió forintos visszanemtérítendő támogatás, aminek több eleme van. Az egyik része az ugye 4 darab promófilm elkészítése, ami a Csongrád megyei értékeket, értéktárat mutatja be, és van egy darab megyei imásfilm, és ezen belül van még ugye a pályázaton belül, amit most meghirdettünk, egy videópályázatot az általános iskolások felső tagozatosai számára és a középiskolásos diákok számára. A támogatás keretein belül az önkormányzat meghirdetett egy általános és középiskolásoknak szóló videópályázatot is, melynek célja a megye gyerekekkel való felfedezése. A diákok feladata egy rövid, maximum 2 perces, ötletes, kreatív videó elkészítése a Csongrád-Csanád megyei értéktár valamely, vagy akár több eleméről is. Az értéktárban megtalálhatóak a megye legfinomabb ételei, legjobb fürdői, legszebb épületei és leghíresebb sportolói. Például Hódmezővásárhely értékei közé tartozik a sóstúrós lepény, melyet a szokás szerint mindig szombaton készítenek, a parasztpolgári színes téglaépítészet hagyománya, illetve a magyar vívás egyik kiemelkedő alakja, Pelovai Péter is. Szeretnénk azt elérni, hogy a megyében élő fiatalok mind-mind szembesüljenek és értesüljenek a megyei értékekről, és hogyha lehet, akkor bővítsék ezeknek a körét, meg tartsák is fönn az utókor számára. Az elbírálás során 7 csapatot díjaznak, nyereményük pedig egy kirándulás, amely során Csongrád-Csanád megye egy másik értékét fedezhetik fel. A pályamunkákat a hivatal@csongradcsanad.hu e-mail címre várják a verseny szervezői 2021. február 28-áig. Kedves nézőink, Önök a Vásárhelyi Televízió híradóját látták, köszönjük figyelmüket, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!